Sziasztok! Üdvözöllek itt titeket ismételten a csodálatos 1.19-es túlélő Let's Play világunkban. De rég voltam már itt, nagyon hiányzott. Ez itt immáron a 17. epizód. Vágjunk is bele! Csak emlékeztetni szeretnélek titeket, hogy az előző epizódban volt egy érdekes fejlődés. Az álomrózsa ugyanis kapott egy rémálom szirmot, és a végén ott egy warden. Jaja. Egy warden, akinek még nevet is adtatok. Night Mary. Nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a névötletet, nekem nagyon tetszik. Oké, próbáljuk meg gyorsan rátenni. Íme, Night Mary. Igen, szép hölgyemény vagy. Na de én leléptem. Jó helyen vagy te ott. Azonban ideje a mai projektekre fókuszálni. A mai nap minden a békákról fog szólni. Csak még előtte, ne rohanjunk annyira, ugyanis van itt nekünk egy drága tehenünk, akiről emlékeztetek, hogy nem adtunk neki nevet, pedig segített nekünk a mining fatigue-gel, a bányászfáradtsággal. Nos, Silvius egy nagyon jó névötletet írt, Kaufi. Egyébként rengeteg nagyon jó ötlet érkezett, viszont nekem ez volt a kedvencem. Olyan kis aranyos. Áú. Látjátok, pontosan ezért Kaufi a legjobb tehén barátom. Így né. A minap észrevettem, hogy bizony ez a hely nagyon üres, még annak ellenére is, hogy ideépítettük a portálunkat. Na, hát most ezen sürgősen változtatnunk kell, gyorsan elő is veszem a zöld színeimet, és akkor ezzel alkotunk valamit, már azt is tudom, hogy mit. Ha valaki az utóbbi néhány évben akár egy kicsit is követte a munkásságomat, akkor az pontosan tudja, hogy egy valamit nagyon szeretek. Szerintem ez ezen a bázison is látszik. És ez nem más, mint egy jó kis növényzet. Úgyhogy a mai nap úgy döntöttem, hogy fogok még egy pár ilyen vízililiumot építeni, és közben pedig beszélgetünk. És igen, ez csak néhány percig fog tartani, de addig is van egy nagyon érdekes kérdésem. Most volt múlt hét végén a Minecraft Live, és láthattuk az 1.20-as update-et, aminek jelenleg még nincsen neve. Mit gondoltok erről? Nektek hogyan tetszett az update? Azt még hozzátenném, hogy nem láttunk mindent, csak az első egy-két snapshotnak a tartalmát, tehát rengeteg minden jön még be, de eddig hogy tetszik? Ez lenne a kérdés. Lesz majd találós kérdés is egy kicsit később. Már is jobb. Kellettek ezek ide. Na de az építésnek még korán sincsen vége mára. Ugye beszéltük, hogy ezekből a bimbókból különböző álmok, épületek fognak kipattanni. Mi van akkor, hogyha valaki olyan álmodik, aki abban a faluban él, ahonnan mi jöttünk? Tudjátok, ahol minden cékla. Nos, hát olyankor jönnek létre a hasonló gyönyörűségek. Itt egy falusi, nem messze, céklával álmodott. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy az előző bázisunknak az emlékére felhúzok néhány logó céklát ide az egyik sziromra. Badabim badabum. Most pedig, hogyha minden jól megy, akkor meg kell várnunk az estét, és el kell mennünk egy mocsárba. És hogy mégis miért? Hát szeretnék majd békákat hozni, és ahhoz lasszóra lesz szükségem, és noha van itt néhány lasszom, 12 szám szerint, szerintem kellene még, valamint a mai építéshez kelleni fog még slime blokk is, és hát abból nincs egy darab sem. Meg hát lehet, hogy ti már elfelejtettétek, de egy papagáj sosem felejt, itt van egy falusi, ebben a falban, hogyha jól emlékszem. Ó, igen, Hellóka. Ő egy zombi falusi volt, és átváltoztattuk, ami azt jelenti, hogy már eleve olcsóbban fogja nekünk adni a cuccokat. Na most ugye ennek a magasból lezuhant álombimbónak még nincsen lakója, és úgy döntöttem, hogy jó lenne, hogyha mondjuk ő lenne az. Úgyhogy ja, köszönjünk szépen az új kis barátunknak, aki egyből ki is szökött, ez volt az első dolga. Kérlek szépen, ne hagyd bele a vízbe, ne. Ezekkel a falusiakkal mindig csak a baj van. Na, úgy bele, és akkor szépen ide állítalak valahova a közelbe. Meglettem zavarva, és lett egy új barátunk. Hát nem maradhatsz itt, úgyhogy Hellóka. Húj a húsodat, vidd innen. És hát igen, célom őt örökké itt tartani, valamint valószínűleg egy másik társát is majd a másik ugyanilyen kis kupolában. Ezt ide rakom, és akkor még a pici zombik sem férnek hozzá, valamint itt szépen így bezárom, így né. Így már csak a pillagerek jelentenének rá veszélyt, de szerintem ők nem fognak jönni. Viszont leszállt az éjszaka, szóval épít az ideje elmennünk abba a mocsárba, amit már annyit emlegettem nektek. Hát messzebb van, mint gondoltam, úgyhogy egy kicsikét hamarabb is elindulhattam volna, de talán oda találok még reggelig. Ó, igen, itt vagyok, ez az, itt van egy jó nagy terület, szépen itt elrepülök fölötte is, megnézem, hogy vannak-e már slime-ok. Egyelőre csak creeperöket látok, de ez hamarosan változni fog, főleg akkor, hogyha mondjuk leszállok így ide. Ó, nézzétek, ott van az első slime-unk, ráadásul ez egy nagy, ami nekünk nagyon jó, csak a creeperök ne robbantsák föl, hadd öljen meg, léci, a looting 3-as kardommal, az lenne a legeslegjobb. Au!
Ne, felrobbantotta őket! Na mindegy, így is szereztem egy párat, szám szerint pedig 5-öt. Az nem rossz. Ó, oh, ott van még egy. Oké, egyből kaptunk egy újat, várni sem kellett rá. Szépen ide leszállok, a zombik azok nekem fognak indulni természetesen, de ez az, egy csontváz eltereli a figyelmét. Nagyon helyes tilt, szépen verekedjetek meg, én pedig hadd szedjem össze a golyókat. Eddig nagyon sikeres 34 darab, na de ennél több kell, úgyhogy itt is van egy. Szépen ide leszállok, és hát ez egy kicsikét eléggé creeperes terület, de talán majd hozzáférek. Oké, a csontvázak megölik, jaj ne. Oké, közben a békák is tevékenykednek és ölik a szlájmokat. Oké, ez a mocsár, ez nagyon vad. Tele van szlájmokkal. Ilyen szerencsés még soha nem voltam, amikor nyálkát kellett gyűjteni. Mindig egy csomót kellett rá várnom, de ahogyan elnézem, ez most nem így van. Ezért imádom ennyire ezt a világot, mert nagyon szerencsés. És semennyit nem kell várnom, itt is van a legújabb nagy szlájmunk. Na most, hogyha nem jön mögöttem creeper, akkor én ezeket elvileg zavartalanul meg tudom ölni. Elinét, gyertek csak baby slime-ok. Ez az, gyertek. Oké, ez egyszer egy stack plusz 17. És még egy csomó vissza van az éjszakából, úgyhogy repkedjünk egy kicsit. Na hát, kit látnak szemeim? Csak nem egy hatalmas nagy slime. Wow, te jó ég! Oké, kicsit megijedtem. Meghalt az összes slime. Ó, nem, ez az. Gyertek, looting 3, looting 3. Úgy nézek ki, mint egy süni, de nem adom fel. Oh, hello. Ne vedd el. Húj, mennyi boszorkány. De tudjátok mit, hogyha már itt vagyok, akkor töltsük hasznosan ezt az időt, ugyanis itt vannak a szenek, és hát szénből soha nem elég. Szedjük ki őket. Addig legalább felolvasom egy-két embernek a kommentjét. Úgyis olyan rég volt már ilyen, és nagyon szeretem őket olvasgatni. Szia Pörki, írja Bibi. Imádom a sorozataid, legfőképpen ezt. Elképesztően találékony, kreatív és izgalmas vagy. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, Bibi. Nagyon-nagyon jó fej vagy, valamint amit ezután írtál, az is jól esett, és köszönöm a gratulációt. Ez a komment egy kicsit régebbről jött, Jason, ezt még régebben írta, a Withernek a legyőzése alá. Nos, nagyon-nagyon szépen köszönöm az összes kedves szót, egyszerűen elpirulok, miközben olvasom ezt a kommentet, jó fej vagy. Leginkább a köszönet nyilvánításodat olvasnám fel, örülök neki, hogy értékelitek az erőfeszítéseimet, próbálkozom ezekkel a részekkel, próbálom őket izgalmasra csinálni, úgyhogy mindenkinek tetszen, és örülök, amikor olyanokat olvasok, hogy ez sikerül. Lesz majd még egy-két komment, de menjetek sehová. Na, alakítsuk ezt blokkokká. Na de vissza a slime gyűjtéshez. És akkor így van már majdnem 5 teljes stack. Ez már biztosan mindenre elég lesz. Lehet, hogy megszállok itt az egyik közeli faluban. Igen. Ki az ágyból? Nyomás haza! És otthon alatt természetesen az álomrúzsát értem. Most pedig vissza kell mennünk a régi bázisunkra. Itt ugyanis elhagytunk néhány kedves kis barátot, akiket ti már nagyon hiányoltatok. Plusz hát ugye nem elhanyagolható tényező az sem, hogy kell egy néhány pókfonál a pókfarmunkról. Azonban a barátok, akikre a leginkább gondoltam, azok nem mások, mint a békáink, akik valahol errefelé vannak. Ne felejtjétek, a faluban nem mehetünk be, ugyanis a Frogger ki tiltott minket onnan a 10. részben, viszont a farm terület az nem tartozik közvetlenül a faluhoz. Hol vannak a békucik? Oké, az biztos, hogy rengeteg tojást termelt ez az egy darab tyúk, de nekem most nem az kell. Békák? Hello? De hol vannak a békák? Hello? Oké, Rana, ő megvan. Hello, Rana. Oké, téged összeszedünk szépen, gyere csak velem. Akkor te már megvagy, valamint van még egy a Netherben is. Ajaj. Na jó, hát én nem tudom, hogy hova lett. Srácok, az a helyzet, hogy csak Rana van meg. A másik békát sem találom sehol. Mi ez? Pedig én megmertem volna esküdni. De hát hiába, hogyha csak ez az egy van. A másik kettőnek még a nevét sem tudom. Ti emlékeztek rá? Van Rana, meg másik kettő. Azoknak mi volt a neve? Aki leírja nekem, az kap egy szívecskét a kommentjére, vagy nem tudom. Na szóval most, amit szeretnék az az, hogy hozok magammal egy csomó ebihalat. Tehát szükségem lesz egy jó pár vödörre, hát mondjuk ennyire biztosan nem, legyen mondjuk egy 9 darab vödör, az úgy már elég. És akkor mutatok nektek egy nagyon menő trükköt az End dimenzióban. Csak előtte még szaporításra be kell fognom 2 darab béket, ez itt egy, és akkor jöhet a második. Így ebbe a kis lyukba belevezetem őket, oda be, ezt leveszem, ezt szépen így lefedem, valamint ide rakok, hát mondjuk egy 2 darab vízforrást, így, ni. De mondjuk csináljuk csapóajtóból, hogy belássak. És akkor most adok nekik egy-egy slime nyálkát. Íme.
És akkor szaporodjatok. Kész is van, lerakták a petéket. Na most már csak az kell, hogy azok kikeljenek. És akkor csináljunk még egyet csak a biztonság kedvéért. Ideje kiszedni az első ebi halakat, hogyha jól látom, akkor 3 darab van itt. Pontosan, jó, szuper. És itt egy negyedik. És akkor gyűjtsük össze a maradékot. Ebből is 4 lett, na hát szuper. Oh. Ez 5. Úgy, megvan az utolsó. Na menjünk. Ugyebár az előbb említettem az endet. Menjünk most oda. Itt is vagyunk. Na, szépen akkor leteszem a spawn pointomat és megyek. Ha már itt vagyok, feltöltöm az eszközeimet. És megosztom veletek a résznek a találós kérdését, amit már ígértem. Figyeljetek. Magasra nő, égbe szökik. Gyökerei a tájat, beszövik. Lápos talajban gyorsabban nő. Falétére, bozótos ő. Mi az? Az előző epizódhoz érkezett helyes megfejtések közül pedig Angry Halflingert választottam, az ő megoldása is helyes volt sok más ember mellett, és igen, a Deep Darkra gondoltam. Na de ki lesz a következő sztár megfejtő? Az csak rajtatok múlik. Jöhetnek a helyes megoldások kommentben. Én viszont most itt szépen kiások hát egy kisebb tavacskát itt az ebi halainknak. Na most belőlük, nem tudom, hogy tudtátok-e, de hogyha az endben keltetitek ki őket, akkor belőlük zöld békák lesznek minden alkalommal, ugyanis ezek szerint az end az egy hideg éghajlatnak számít. Még egy kicsikét kimélyítem, aztán akkor nesze neked sok ebihal. És akkor az utolsó, puty, íme. Oké, én ezt most szépen lefedem, hogy ne tudjanak innen kiugrálni, és meg kell várnom, ameddig kikelnek, na hát az húzós lesz. Közben persze rájöttem, hogy ezt az ágyat ezt ki kell innen szednem, de most már akkor ténylegesen jöhet a baby csőszködés. Megvagyunk. Hivatalosan is felnőtt az összes béka, éme. Na most akkor szépen egyesével ki kellene őket innen vezetnem, de úgy, hogy tényleg csak egyesével ott maradjatok. Hey, egyesével. Gyű, hát ez macerásabb lesz, mint gondoltam. Te gyere szépen. Igen, te egyedül, a másik meg ott marad, és akkor veled megyünk a másik világba. Oké, oda befelé, oda szépen, úgy. És akkor gyere csak, szuper! És akkor most egyesével az összeset így ide kellene hoznom, vagy hát nem is muszáj egyesével, igazából úgyis itt ezen a szent ponton fog megjelenni az összes, szóval én úgy gondolom, hogy ha akár többet hozok egyszerre, az is teljesen működhet. A lényeg az az, hogy ide ki kell majd kötnöm őket. Valamint egy kis spoiler, srácok, mindenkinek, aki itt van, emlékeztek, ez itt a spawn, és ott van nekünk egy nagyon menő kis boszorkánykunyhunk. A következő részekben Halloween építményeket fogok csinálni, és ez lesz az egyik helyszín. Na vissza az endbe! Hey, te mit keresel itt? Elind itt! Tehát, jöttem a békáimért. Hello! Oké, mindenkinek jut lasszó, ne türelmetlenkedjetek, mindenkinek fog jutni egy legalább. Oké, téged még nem fogtalak be. Hát, itt is van egy szabadon. Oké, ez is megvan. Valamint, hogyha jól láttam, akkor ezen sincs még, erre is rakok, és akkor itt jól láttam, hogy elmászott egy. Ne! Ő belemászik. Na gyertek már! Gyerünk! És akkor mindenki át a portálon. Úgy szépen. Megyek utánatok. Ó, nem szakadt el a lasszó. Na jó, hát erre mondjuk nem számítottam. Gyerünk egyesével. Ennyi édes békapofát sem láttam még egy helyen. Azonban ideje vízre szállnom és elindulni haza. Szerintem épségben haza tudom majd őket vinni. Majd nagyon igyekszem... Tehát majd nagyon igyekszem odafigyelni az ilyen vízi buborékos izébizékre. Sajnos egyszer már megjártam, az egyik béka meghalt egy pár részsel ezelőtt, de most óvatosabb leszek. Rana, gyere szépen velünk! Mi tart vissza? Na jó, ez halálian néz ki. Otthon, édes otthon. Na hát most, hogy már mindenki itt van, egyszerűen imádom, hogy ennyi béka ugrál itt, ki kellene találnunk, hogy mégis hol legyen a helyük. A mai nap kinyílik egy újabb bimbó az álomrózsán. Valaki, aki ebben a világban él, és egy olyan helyen, ahol rengeteg a béka, hát békákkal álmodott, úgyhogy én most minden anyagot összegyűjtve neki is látok az építésnek. Ez egy kemény menet lesz, építetnénk mondjuk ide, ezen az oldalon még úgy sincs semmi. Na mit szóltok? Vágjunk bele! Let's go!
Az építés egy nagyon egyszerű, de nagyon fontos elemmel kezdem. A talapzattal. Nyilvánvalóan szüksége van ennek az álomnak is egy talapzatra, és a homokkövet választottam, pont úgy, mint az előző álomnál, ahol ázsiai stílusban építettünk. Nos, láthatjátok, ez egy picikét fodrosabbra sikerült, nekem ez nagyon tetszik. Ezután jöhetett az építés. A békáknak a lakhelyének ilyen béka petéket választottam, és tudom, hogy a valóságban valójában azok fehéresek, átlátszók, és egy fekete gyöngy, vagy hát egy kis bogyó van a közepükön, de nekem ez a zöld sokkal-sokkal jobban tetszett. Majd jöhetett a részletezés néhány extra fodorral. Utána pedig az ugró leveli béka anya. Igen, különböző zöld színeket használtam, a szemének pedig ezt a csodaszép sárgát. És már láthatjátok is, az egész elkészült íme itt van shaderrel. Ugrik a béka anya. Kész vagyunk! Wow! Na jó, srácok, ennek már a fele sem tréfa, konkrétan valamelyik papagáj mindig creeper hangokat ad ki, és pont akkor, amikor rálépek ezekre is mindig azt hiszem, hogy felrobbantok egy TNT-t. Pedig teljesen egyedül vagyok ebben a világban, higgyetek nekem. Úgy érzem, hogy folyton itt a sötétben rejtőznek a creeperök. Igen. Na most, amit esetleg tenni tudok az ügy érdekében, az az, hogy lejövök ide ebbe a bányába. Ugyanis tudom, hogy itt van világító zuzmó. Na most nekem nagyon nagy szükségem lenne, hát néhány vasra. Ó, vagy egy ollóra. Igen, itt egy olló, nem vettem észre. És akkor ezt most kiszedjük. Úgy, meg is van, nem kell több. És hogy mégis miért nem kell több? Nos, azért, mert ez szaporítható. Bizony. Ami azt jelenti, hogy nincsen más dolgom, mint egyet-egyet szépen ide letenni, és egy kicsikét elterjeszteni. Így aztán megelőzhető minden mobnak a spawnolása. Igen, lehet rinyálni. Nincs több mob spawn. Ígyni, és akkor többet nem lesz már rá gondom. És még csak nem is néz ki annyira rosszul. Íme. Na de hát Pörki, mégis mikor szeretnél beszélni erről az óriási nagy békáról itt a bázisodon? Nos, hát ugye a történetünk szerint ennek a békának nincsen jelentősége. Ez csak egy organik, ami a bázis díszíti. Nem kell túl komolyan venni, nem jelent meg egy hatalmas nagy béka a bázison. Ez csak egy sima építmény, egy álom. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de szerintem nagyon szépen alakul már ez a bázis. És hát hamarosan új álmok, valamint rémálmok csatlakoznak az álom. Rózsához. Na de még itt előtte van nekünk egy csomó-csomó békánk, akiket fel kellene vinni, hát igen, oda a magasba. Na most itt gondolkodtam, hogy mégis milyen módszert használjak, esetleg mondjuk próbáljam meg őket felvinni egy vízi oszloppal, vagy pedig válasszam az egyszerű, sima, tradicionális, sínes, valamint minecartos módszert, és hát úgy vagyok vele, hogy lehet, hogy a minecartot választom. Na hát most először kellene ide építenem egy kisebb falat, ami így nagy bent tartja őket ebben a kis részben, hogy ne ugráljanak el, amikor majd leszedem róluk a lasszót. Igen, nagyon jó lenne, hogyha oda bemennétek. Nem, oda be szépen. Így, és most már nem ugrálnátok kifelé. Oda be. Nézz oda. Ne, még ennyire magasra is be tud... Nem. Hey. Hát hány blokkot tudtok ti ugrani? Oké, akkor csinálok nektek plafont. Na, és akkor ezzel már nem fogtok tudni kijönni. Nem, oda föl, úgy bele, úgy, ez az, hopp. Megvan. Te neked feltétlenül muszáj volt ide jönnöd, ugye? Oké. Békák. Nagyszerű. Te hogy jutottál oda ki? Ne! Nem! Hagyjátok a békákat békén! Elinnét! Na jó, tudjátok mit? Ma én elkezdem, majd szépen feltalál a felszínre valamikor, remélhetőleg a közeljövőben. Így már nagyon jó úton haladunk, srácok, meg leszünk hamarosan, mindjárt felérünk, ne aggódjatok. Hello, Mr. Random Zombie ott a bányában, és akkor itt vagyunk fent. Na most egy kicsikét megbontom, hát ide kell majd behoznunk a békákat. Na de akkor most jön a nehéz része. Szépen ezt így levisszük. Most már csak idő kérdése, és ott vagyunk. És akkor most ügyesen és taktikásan helyenként kicserélem szépen a síneket. Ó, te menjél oda bele. Ó, esemény van, srácok, esemény van. Maradj ott, hülye béka. Ez az. Oké, belekerült. Yes. Tehát ott tartottam, hogy szépen így bizonyos helyenként rakok le egy-egy ilyen redstone-os sínt is, csak azért, hogy gyorsabban tudjon majd felfelé közlekedni. Itt ez a csille. Na most akkor úgy vagyok vele,
vele, hogy szerintem, hogyha minden emelkedőhöz rakok egyet, akkor az ugye egy eléggé okos ötlet, mondjuk így ide is, mert akkor pont az emelkedő előtt ad majd energiát, erőt, áramot igazából a redstone annak a csillének. Értitek? Na, így a legnehezebb rész előtt jön egy kis löket. Na jó, de hát mégis mit kezdjek azzal a helyjel, ahol az egész egy nagy emelkedő. Úgy döntöttem, hogy néhány blokonként le fogok rakni egy-egy ilyen sínt. És akkor így elvileg semmi gond nem lehet. Na most akkor nézzük a gyakorlatot. Semmi gond nem lehet, igaz? Kérlek! Ui, itt a béka! Na most akkor úgy, bum, befelé, és akkor ott maradja, ne gyere egyből erre. Ezt pedig így ideiglenesen lezárom. Jöhet is a következő, és a következő, és az azt követő. Hello? Itt a béka vagon. Oké, ez szép volt. Remélem, hogy mindegyik ilyen egyszerű lesz. Na, nyomás szépen. Úgy fölfelé. Yes, yes, yes. Ezt nézzétek, hogyha sít. Woo! Breki vagon. És akkor szépen oda belemész. És papa. Na, nézzük a többit. Menj bele! Próbálom itt szépen beleirányítani, de nem akar belemenni. Jó utat! És akkor szépen bele az újabb kis pajtest. Így. Na, de nem mutatnának titeket, srácok. Szólok, hogyha készen van az összes. De azért ez még mindig haláli szórakoztató. És akkor így Rana lesz szépen az utolsó. Van abban valami előkelő, mármint így utoljára menni. Na, gyere szépen. Jó utat. Hello. És akkor Rana, te is menjél szépen oda be. Akarjátok őket látni? Tudom, hogy akarjátok őket látni. Lessük meg. Hello, békucik! Na jó, ezt imádom, egyszerűen nagyon jó lett ez a hely. Így legalább nem tudnak innen kiugrálni, és akkor én pedig tudok szépen így kúszni közöttük. Hello, hello. Ha, legjobb, hogy el is tudnak bújni, mint például ez itt. De mégis miért vannak itt ezek a békák, kérdezhetitek? Nos, akik követik a Twitch streamjeimet, azok pontosan tudják, hogy volt néhány hónappal ezelőtt egy olyan lehetőség, hogy pontokat beválthattatok békákra. És rólatok fogom elnevezni a békákat, srácok, ne adjatok nekik neveket, ezek a békák azokról az emberekről lesznek elnevezve, akik váltottak be Twitch streameken pontokat. Hogyha szeretnétek ti is ilyen fán dolgoknak a részesei lenni, akkor gyertek Twitchre, ott van a link a leírásban. És akkor ezzel elkészült a brilliáns béka biznisz, nem tudom, ez lesz a neve. És ide jöhetnek az emberek messzi földről békákat venni, csak egy gondom van. Nincs falusim. Viszont eszembe jutott, hogy van nekünk néhány barátunk, akik biztosan szívesebben élnének itt, mint a Frogicsörnek az irányítása alatt a Cékla faluban. Biztosan emlékeztek még a két kis falusi barátunkra, akik nem akartak a faluban maradni, amiután a Frogicsör lett a falunak a sámánja. Nos hát, a mai nap őket fogom hazavinni, és szaporításra fogom őket használni, úgyhogy röviden szólva jobb sorsuk lesz nálam. De igen, most jön az a rész, amit nem szeretem. Annyira, utazzunk velük haza. És hát akkor itthon vagyunk, meghoztam a másodikat is, éppen még naplement előtt, szóval szuper. Na hát titeket majd egy kicsikét biztonságosabb helyre foglak vinni, viszont most jöhet a naplónak a megírása is. Au! Mi ez? Mi ez? Fájnak a tollaim! Várjatok, leveszem! Au! Ég a szemem! Egy tök? Miért pont egy tök? Mégis mi ez az egész? Nézzétek meg, még a kis gomba ott a hátsó zsebembe, az is átváltozott egy világító tökké. És éppen fel akartam nektek olvasni, srácok, a feljegyzést. A feljegyzést, amiben arról beszéltem, hogy mégis milyen szép bimbókat nyitott az álomrózsa, és hogy mik lettek, mik teremtek itt, de aztán jött ez. És azt hiszem, hogy tudom, mi folyik itt. Nem más ez, srácok, mint a boszorkány évszaka. Ajajaj. Kezdődik a Halloween. Hamarosan újra találkozunk, addig is ne felejtjétek el, hogy a tea bizony mindenre jó. Hogyha tetszett nektek ez a videó, akkor dobjatok egy lájkot, valamit iratkozzatok fel, hogyha még esetleg nem tettétek, és hát kívánjatok sok sikert. Ki tudja, hogy mi lesz itt. Na sziasztok, hallóka, pápá!